Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Ma egy 518 dízel N47-es motorral felszerelt touringot fogunk megnézni. Nagyon jó árban volt a piacon, sok-sok kilométerrel. Ahol most vagyunk, ez egyik része annak a cégnek, ahol az autó található. Ott kívül az ugyanúgy az ő autóik, például az X5-ös, azt hiszem az A6-os ugyanúgy, elég szép árban vannak, állapotuk hát olyan, amilyen. Azt kell tudni a magáról a cégről, hogy kereskedő. Itt a kereskedők, nem tudom, hogy más országokban hogy működnek, de itt az autóhoz nem nyúlnak. Tehát ahogy megveszik, azt ugyanúgy adják, és hogyha egy évig ott áll, akkor egy évig ott áll, van egy ára neki, és nem, én még nem tudtam ebben sohasa lealkudni. Tehát az, hogy milyen profittal dolgoznak, fogalmam sincs. Can we measure the paint? How deep is the paint? You have tested? No, I have not. We don't have it. Can we drive? Yeah, you have passport of ID card for me? Yeah, ID. Okay. ID, I have. Okay. Yes, you can drive. No problem. When you drive here the street, go right, and then you have you can drive. So out and right side. Yes. Okay. Yes. Thanks. Yeah. Tehát 100-200 euró, semmit nem engednek le. Ma azt mondja a videóban is, majd feltűnik a végén, hogy rákérdeztem, hogy akkor most az ára tudunk alakítani rajta, és a fiatalember ugyanúgy visszajelezte, mint az édesapja, hogy annyit tud tenni, hogy a biztosítást ingyen kiállítja, papírokat elvégzi ingyen, ez ilyen kb. 152-200 euró. Nagy szenzor lenne. Service. They're also showing the service. Yeah, he's oh yeah, he said that. You need a big service. And changes the brake. When they are a little bit invest, they can sell it for 25, 26. This is hanging. I don't know why. Don't ask me. This is here is a system. The click system is broken. Yeah. But that is one clip. It's not a big problem. Yeah, koopt de auto's van een handelaar. Yeah, he is also and handelaar. He do nothing on the cars. Doe eens even aardige tegen mij. Met je Jesus. Wat hij. Sensors is totally. Then it's not works. Poei. The engine is not works here. It's not works here. De az ára az fix, szóval.
tehát ahol vagyunk, az autó maga nagyon régóta ott áll, az internet azt mondja, hogy 171 napja, most már 2-3 is van, 172-173 napja ott van. A Google szerint valami hiba lehet az autóval, mivel ott sokáig ott áll, általában 30 napon belül el szokták adni. Na most utána néztem, az első dolog, ami az volt, egy ilyen kiértékelést, vagy ahogy látjátok a képen is, ilyen raportot lehet letölteni az interneten, hogyha megvásárolod, ez 24 vagy 25 euró volt. Beütött a rendszámát, utána kiírja az oldal, hogy mit tud adni, ezért az összegért. Ja, utána hát beszélgettünk a feleségemmel róla, hogy mi legyen. Mondom, az ár nagyon jó, most nem tudom mennyi volt, 19 alatt. Valójában, hogyha megnézem a mobiledejét, a... Hát igen, legyen német piac. Német piacon 19-es évjárattal esetleg 20-as is lehet, 2020-as. Sokkal kevesebb kilométerrel, nem performance felszereltséggel, de szerintem ez csak rá volt építve. Ott hát ilyen max 22-ig fölmegy az ár. Tehát ilyen 19 valamennyiről indul és 22-ig. Szerintem abból még lehet alkudni is. Főleg ha két autót vásárol valaki. Tehát ahhoz képest az ár az magas volt mindenképp. Magának az autónak a megjelenése nagyon jó. Nem voltak a felnik lepatkázva. Gumi egész rendben volt. A négy tárcsa azt végig érintettem, tehát még mielőtt bestartoltuk volna, azt végig érintettem. Négy tárcsa csere, én olyankor cserélni szokok mindent, tehát ami a tárcsa, még a mögötte lévő porvédő, az angol légterelőnek nevezik ezt a kis lemezkét, tehát azt a lemezkét is kicserélem, komplet minden, a fék csöveket nem romlik el, akkor azt nincs cserélem. És persze a kéziféknek ez elektromos van. A Rovernél ott 1400 euró. 1400 euró. Maga az egészet, az elektronikai, egész a konnektoroktól kezdve a bogdeneken keresztül minden, az egész motor 1400 euró. Szerintem mondjuk azt érhető, hogy annak az ára több mint 100 ezer euró volt. 130 volt áfával együtt. Na jó, menjünk tovább. Nézzük a videót. Tehát kihoztuk az autót. Kihoztuk az autót, srác felszerelte rá rendszámot. Közlekedni lehet, igen, feleségem nézegeti. Tetőablak óriási mínusz nálam. Tehát egy akkora tetőre divatból praktikus, mindenképp szép a fekete rész, főleg egy fehér autón, az nagyon hiányzott. Belekötte a feleségem, tehát alapjában egy neki Audi van, tehát még nem is BMW-s beleülés, és amikor tolattunk, azt mondja, Péter, nem megy le a jobb tükör, nem tudod nézni a kereket. Akkor ugyanúgy ránézett a kijelzőre, hát nincs kamera. Tehát ilyen apróságok, és ez ilyen több száz eurónál indul, hogy egy ilyen kamerát behúzzál oda. Szenzorok, tehát ahol bestartol az autót, összes szenzor, világított, sípolt, most is ott lehet látni.
this is not tehát azt beülsz, és akkor rá kell nyomni a P-gombra, kikapcsolt. Kormány, nem tudom hová tenni. Szépnek is mondanám, nem az én stílusom, ez kicsit ez a szivacsos bőr, inkább a perforáltat szeretem. Az a kétség középen, az biztos nem, tehát ez egy ilyen jeepes stílus, ilyen SUV is. Vagy ilyen amerikai, tehát a F-150-es Raptoron lehet olyan, amikor középen kell tartani a kormányt, mert lehet, hogy még az MSBMW-kben is olyan lehetséget. Fogásra jó volt. Mérete jó, minden. Bicepszek ott voltak rajta, minden rendben volt. Ülésfűtés nincs. Tehát a német piacon ebben az árban, ebben az évjáratban ülésfűtés van. Holland piacra gyártott autóknál, nekem is olyan BMW-n van, ahol műből van benne, és nincs ülésfűtés. Jó, rendben van, nem kell, megértem, de ha én el akarom adni az autót, akkor legyen ott. Kormányfűtés sincs. Tehát most megnézem az új modelleket. Egy 3-as szériát, 2020-asat, és ott van állt a kormányfűtés. Nem kell, persze nem. Lehet, hogy egyéb egyszer kapcsolom be. Vagy én nem, lehet, hogy csak a feleségem. Szóval elindultunk. Hát igen. This is a water here. A szervó. A szervó az nekem gyártották. Az olyan gyönyörűen működött. Súlyhoz képest, autó nagyságához képest abszolút gyengéden. Nagyon, nagyon tetszett a szervója neki. Na jó, nézzük a videót. Hát, ha valamit megtudunk belőle. Annyit még hadd mondjak el. Összeszámolom a hibákat, kell neki egy nagy szerviz, azt kiírtam, kell neki egy komplet fékrendszer, ami szerintem, hogyha én cserélném, akkor biztosan nem egy a standardot venném rá, tehát az legyen mondjuk 2000 euró. Ott fel kell emelni az autót, azt mutatja, tehát nagy szerviz kell neki. Hát a motorhoz képest az egy ilyen 750 eurótól indul, nem tudom ebben a kategóriában menni, de ha a lámpákat rendbe szeretném tenni, azt beszélgettem a feleségemmel is. A lökhárító levétele és feltétele, hát az enyém az 4,5 óra volt, megúsztam a lengyel sráccal 100 euróért, de szerintem az az ilyen 3-500 euró csak a fel és letétele neki, de szerintem a lámpákat nem tudnám rendbe rakni, az Angel Eyes is úgy világított, hogy össze-vissza, még a feleségem mutatta meg, egyik sárga, másik nem világít, másik felén világos, kékes, fehéres, a középen ugyanúgy halványan világított, nem, ez katasztrófa, szép a lámpa, szép az eleje, de az úgy nem működhet nálam. Camera.
never see the car. Open it again. Yeah. That was good now. Yeah, it's not really bad. Car looks good. The feeling is good from the car. Yes. There are many problems. Huh? There are many problems inside. With, problem? With the parking okay. Sensors. Yeah. The brakes. Okay. They need a big service. Yeah. I asked your... My father. Your father. Mm. Yes, yeah. He looks a smart guy. Is possible to move lower with the price? Where are you from? We are living in Sadoma. Yeah. And it's for an export car. Yeah. Because you have a good price for export. Yeah, this is export price. Yeah. And it's going to Slovakia. But I will be back with the car. I have also days that I'm yeah, yeah. This one. Yeah, yeah. But Slovakia EU or no EU? Long time, yeah, you need one year the car to go to Slovakia. You need paper my company deposit. One year you make it papers from Slovakia. You need to send a copy from the papers, and I give you your deposit back. That's the BPM. You know what BPM is or no? In Holland. How much is cost the deposit? I think 1,500 of 2,000 euro. I give you info, you should pay the 1,500 of 2,000. Yes. When you send after the papers, I pay you your money back. That is only for me the guarantee you send the papers from Slovakia. When you send no the papers from Slovakia, I lose the money, the BPM. Holland have one year the auto go to EU, Holland give you tax back. And plus the whole price for the car. Yeah, yeah, but the deposit I give you back. I give you info, you pay deposit, you have 2 months time, you put the place for Slovakia, and then I give you your money back. Okay, so the question again, is possible to move in lower price? I make it only what I can do, I give you insurance also free, that's what I can do. I put the car for cheap price on the internet, omdat I have a lot of cars. Yeah, but it's standing a long time here. What? Standing a long time here. Everybody yeah, knows. But I put the price. This car have ook BTW, have BPM BTW. I put XX, you know, and now I put only BPM. But normal, you pay more wanneer you have company. Okay. Do I pay something for a test driving? What? Do I pay something for a test driving? No. We will think about this, okay? But no the problem. Car is nice. No problem, take has, about has it. Has some problems, but it's possible to fix. Yeah, yeah, think about it and let me know. Have you a telephone number from him? Yeah, die staat ook op de site. Okay. Oh, yeah. Ja, laat hem er maar even over nadenken. Ja, dat moet je sowieso even over nadenken. Ja. Maar met de prijsjes... Ja, ik heb hem gezegd, ik kan de verzekering, dat de 2 weken verzekering, die geeft nog gratis voor mij. Voor de rest van het.
So thank you well for your time. Yeah, no problem. Yes? Thank you. Yeah. Néztem. Az első dolog, ami az volt, egy ilyen kiértékelést, vagy ahogy látjátok a képen is, ilyen raportot lehet letölteni az interneten, hogyha megvásárolod. Ez 24 vagy 25 euró volt. Beütöd a rendszámát, utána kiírja az oldal, hogy mit tud adni, ezért az összegért. És utána ki tudod választani a csomagot, és talán ez volt a legnagyobb csomag, 20-valahány oldalas. Hát vannak benne hibák, de hát azért egy ilyen átlag vásárlónak biztosan nagyon, nagyon sokat segít. Az a 25 euró az semmi azon, mihez, hogyha 25 cent lenne az autó értékéből, tehát szerintem ezt mindenképp érdemes beleinvestálni. Szóval ott a rendszám, itt az oldal, a Verleden NL, az autónak az alapadatai, tehát 2 literes dízel, fehér, nem metálfény, akril, az első regisztráció 19-ben, első hónap 9-e. Azt mondja, hogy 5 éves, és ugyanúgy az első regisztrációnak ugyanezt a dátumot veszi fel. Menjünk tovább, dátum. Az utolsó dátum az 12. februárjában volt, 24-én, akkor került ehhez az értékesítőhöz, azóta ott áll. Magánszemélytől van, tehát nem taxinak használták, ez az a personal autó, ez azt jelenti a vizsga. Műszaki vizsga megvan 2024 11. hó 4-éig. Ez annyit jelent, hogy még 3 hónap és 2 nap. Holland autóról beszélünk, ez nagyon fontos, nem behozatal volt. Itt azt írja, hogy mennyi a, ez ilyen útadó, nevezzük útadónak, havonta 140-től 153 euróig, mert egy dízel, a dízel az itt a Hollandiában sokkal drágább, ez régiótól függ, azért 142-től 153-ig. Tehát itt ugyanúgy mutassa, 426 és 458, 458, igen, per kvartál, tehát 3-4 évente. 2 literes dízelmel, nekem is N47-es motorral, ott még a súly is játszik, ez egy kicsit nehezebb. Én 300 valamennyit fizettem, nem volt több, mint 350, lehet, hogy most már felment. De van egy ismerősöm, neki Merci C-osztálya van, T-modell, és súlyban sok volt, tudom, és ő valami 500 valamennyit fizet per kvartál, tehát 3 havonta. Gyorsulás 0-ról 100-ről 96, mélysebesség 212, ez nem sok. Ezt nem tudom, mi ez totál. Ezek valami kiadások lehetnek. Itt az a súlya az autónak 1660 kiló. Az enyémnek kevesebb, mint 1005. A 3-as széria. F31, 1480 vagy 1470. Négy henger. Majdnem 2 liter. Fogyasztás, fogyasztása jó, igen.
azért, mert lent van a lóerő, 150 lóerőről beszélünk. Na most itt vagyunk ennél a résznél, az volt a fontos nekem, hogy megtudjam, volt-e törve az autó, kilométerek rendben vannak-e. Tehát annyit mond, hogy a törés nincs regisztrálva, kilométer csekkolva rendben van, úgyhogy, de hát az, megnéztük az autót, és össze-vissza van fújva. Itt ugyanaz van. Nincs vízkárosodás, nincs motorkárosodás, semmi regisztráció. Tehát a semmi regisztráció az annyit jelent, hogy a biztosítón keresztül nem hajtottak be semmit se. Tehát attól még lehetett motorcsere vagy valami, vagy enyhetörés. Nekem is van enyhetörés az autón, horpadás, és nem fog menni biztosítóhoz. Tehát a zölddel azt jelzi, hogy rendben van az autón. Kilométer csekkolva, ezt nekem kellett beírni, ez nagyon érdekes volt. Mielőtt megvettem volna a csomagot, kérde tőlem a program, hogy írjam be, mennyi a mostani valós kilométer. Lecsekkolta, azt mondja, jó, ez nem erre váltam. APK-tól rendben van, ugyanúgy azt mondja, na most van itt 3 kilométer. Tehát az első regisztráció 19 kilométer, ezek a műszaki vizsgás regisztrációk. És pár nappal utána 3500 kilométer, és most az utolsó, amit én írtam be. Tehát. Jó, menjünk tovább. 5. oldal. Igen, ez is egy nagyon fura dolog. 3 tulajdonosa volt és 4 értékesítő. Tehát első értékesítő, utána egy tulajdonos, jön a második értékesítő, a második tulajdonos, harmadik értékesítő, negyedik tulajdonos, és most van a negyedik tulajdonosnál, negyedik értékesítőnél, és a negyedik tulajdonosra vár. Tehát összesen 7 tulajdonosa volt. Oda van írva, hogy az első regisztráció Hollandiában történt. Tulajdonosok. Első, második, harmadik. Ez az első itt. Egy holland értékesítő. Illetve, igen, az első. 2019 első hónap és 7. hónapban adták el. 191 napot volt náluk. 6 hónapot. Itt ez a része nem olyan lényeges. Menjünk lejjebb. Vételár 67.048. Azt írja, 22.221-re lehet adni. Ez a normális piaci ára most az autónak, kilométerhez és a szévjárathoz képest. 21-től egészen 25.554-ig el lehet adni. Ha jól meg akarod venni, akkor 12.221, most alatta vagyunk az árnak. Itt azt jelenti pirossal, ez azt jelenti vásárlás. Vedd meg, vagy ne vedd meg, piros és a zölddel bele van jelölve, vagy vedd meg. Pozitív dolgok fel vannak sorolva. Mi a pozitív dolog? Itt
például az, hogy a műszaki vizsgája megvan neki egészen 11. hó 4-éig. Itt van egy negatív dolog, igen, ezt írja, hogy 171 napja ott van, és általában 43 nap. Azt is írja, hogy nem biztos, hogy a motor az autóval van valami baj, lehet, hogy a nincs megfelelően reklámozva. Nem volt exportálva, neutrál. Neutrál értékelés ez is. €290 át vizsgálják az autót neked, ha kell. Nem tudom, hogy hol, nem néztem utána. Itt van a többi információt, meg lehet nézni. Mert ez az átvizsgálás is olyan, hogy elkérik a pénzt, aztán megnézik. Nem hiszem, hogy pont avval foglalkozni, hogy te milyen autót veszel. Átnézik, van egy kiértékelés, kész. Ja, másnap elromlott? Hát sajnálom, használatból előhiba. Az, hogy a féktárcsák le vannak ófa, meg kijelzi a számítógép a fékrendszer szinte teljes cseréjét, azt én is látom, tehát azért nem kell plusz értékelést csinálni. Itt megint, nem tudom mi ez a január-február, ezt nem néztem utána, ez nem nagyon zavart. Vannak itt érdekes dolgok, például a műszaki vizsgáról, mikor voltak 21-ben, 22-ben, 23-ban, volt-e valami hiba, ott az egyiknél volt. Mondjuk ez elég jó, tehát ebben nem lehet nagyon belelátni ezekbe a dolgokba, úgyhogy nem kérjed le az információt. Szép képek. Motorikusan. Közép, karosszéria, zöldben van, inkább zöldben, mondjuk azzal nem is volt felfüggesztéssel, alvázzal nem volt gond. Elektromos, fékrendszer, az még a pont is kívülre esett, tehát ezt a pirosba kéne húzni. Belső, középen van. Mondjuk az szerintem jó állapotban volt, szék, az ülés nem működik, ugye, előre-hátra. Most mi ez itt? Koplamp. Ah, igen, magasságállítás, ezt néztem, ott valamit bütyköltek vele, az első lámpával, nem eredeti, sőt az van ráírva, hogy adaptív, próbáltam tekerni a kormányt álló helyzetben, nem tudom, hogy az kell az autónak az úton közlekednie, vagy nem, de álló helyzetben, jól tudom, akkor is kéne tekeredni neki, és nem tekeredett, tehát vagy egy internetes, egy ilyen AliExpress-es lámpát beszereltek, vagy valami törött autóból kiszedték, szerintem magának az autónak a számítógépes rendszerében nincs benne az adaptív első lámpa. Úgyhogy azért mutatta ki a defektet is, tehát nem működik, az csak ott van. Sőt, össze-vissza világított. Ennyi. Csoda, hogy megmosták az autót. De belenéztem a lakba, és volt benne szennyeződés. Két ajtóba belenéztem. Nekem az elég volt, motorháztetőn nem volt, kőfelvelődés, abba bele se kellett nézni, tehát 302.000 kilométernél nincs rajta kőfelvelődés, az fura. Első lököl cserébe volt, az biztos az is fújva volt, tehát az minimum a fél autó fújva volt, sőt a képeken mielőtt elindultunk láttam, hogy van színárnyalat a két ajtó között. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte a videót. Ha eddig nem iratkoztál fel, és nem lájkoltad a videót, akkor hadd már a fenébe, van esetleg legközelebb. Sziasztok, legyetek jók!